Mozgásképtelen autók, szétfagyott vízórák, kisebb károkat is okozott a rendkívüli hideg. Új év, új pályázatok. 8,4 milliárd forintot hívna le idén Békés Csaba a Topból. Teltház előtt léptek fel a virtuózok. Újévi koncert Békésen. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A hétvégén megdőlt az országos hidegrekord. A Pest megyei Tésán -28,1 fokig hűlt le a levegő. Békés megyében nem volt ennyire hideg, de itt sem kúszott a hőmérő higanyszála -15 fok fölé, még napközben sem. A szokatlanul fagyos időjárás miatt sok autó nem indult el, és több mint 300 vízóra fagyott el Békés Csabán és környékén. A szakemberek szerint ezek a kellemetlenségek megelőzhetőek, ha kellő kerültékintéssel készülünk fel a térre. Rőzsével tudom megoldani, nedves, és azért kell szállítani. Máshogy megfagynánk. Sokaknak jelent problémát a rendkívüli hideg időjárás. Földvári Lászlóhoz néhány napja érkezett meg a szociális tűzifa. Ilyen időjárási körülmények között nem csak a lakásunk megfelelő fűtésére, hanem az autó műszaki állapotára is oda kell figyelni, figyelmeztetnek a szakemberek. Hideg időben könnyebben meghibásodik a járművek akkumulátora. Erre készülni kell, és érdemes bevizsgáltatni az akkumulátor állapotát, ezt különféle műszerekkel meg lehet jósolni, hogy milyen az akkumulátor állapota, és továbbá még az indító motori elektromos rendszeré. Ezt mindenféleképpen már a hideg beállta előtt érdemes mindenkinek elvégeztetni. A fagyálló hűtőfolyadékot, az ablaktörlőket, tisztító berendezéseket és a világítást is ellenőriztetni kell. Sokan azonban csak akkor keresik fel a szakembereket, ha már nem tudnak elindulni az autójukkal. Tehát az utóbbi időben nagyon sok volt a meghibásodás, és ennél a gépjárműnél is ebből a problémával állunk szemben az akkumulátor lemerülésével. De nem csak az autóinknak, hanem a vízóráknak is sok helyen okozott gondot a hideg. A hétvégén csak Békés Csabáról és környékéről több mint 300 hiba bejelentés érkezett az Alföld Víz ZRT-hez, elfogyott mérőműszerekről. A szakemberek szerint a probléma az akna megfelelő szigetelésével megelőzhető. Ez a szigetelés bármilyen olyan anyag lehet, ami jól zárja a nyílásokat, tehát fölé lehet tenni akár egy szalmazsákot, rongyot, fóliát. A legegyszerűbb az, hogyha magát a fedlapot felemelve alá tesznek a fedlapnak egy szigetelőanyagot, és visszateszik a fedlapot, de bármilyen olyan anyag megfelel, ami meg tudja akadályozni azt, hogy a szél befújjon az aknába. Az elfagyott vízóra miatt elakadhat az ingatlan vízellátása, kialvadáskor viszont a szabadba ereszthet a vezeték. Az így kiömlött víz mennyisége a fogyasztót terheli, ami a javítási munkákkal együtt komoly kiadást is jelenthet. A meghibásodott vízóra cseréje önmagában 15 000 forintba kerül. A hiba bejelentésére ingyenesen hívható a 0680 922 333-as telefonszám. A tavalyi sikeres pályázatok után újabb projektekbe kezdhet Békés Csaba önkormányzata. 2016-ban 18 esetben nyújtotta be fejlesztési igényeit a város a terület és település fejlesztési operatív programban, amelyből Békés Csaba végül 6,5 milliárd forintot nyert el. 2017-ben 30 pályázatot nyújthat be a város. 2016-ban komoly fejlesztéseket indított el a város, mondta a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester a 2017-es terveket részletező sajtótájékoztatón. Mint mondta, a Békés Csaba összhangban van a kormány városfejlesztési projektjeivel, a megyeszékhely már a szinte önerő nélkül nyer pályázatokat. Folyamatosan azt szeretném megvalósítani, hogy minél több előző időszakokban EU-s pénzt nyerjünk el, mindig kevesebb önerővel, most meg szinte már önerő nélkül, ugye a topos pályázatoknál, ahol lehet önerő nélkül nyerünk pályázatokat. 2017 első felében 30 pályázatot nyújtana be az önkormányzat, ezek tervezése már tavaly megkezdődött. Ezeknek az előkészítését már 2016 utolsó negyedévében elkezdte a Városfejlesztési Kft. 2017 első felében szeretnénk beadni valamennyi fejlesztésre a pályázatunkat, tehát ennek az előkészítettsége előre haladott. A tervezést elindítottuk, komplett tervezési programmal rendelkezünk, engedélyes és kiviteli terveket reméljük, hogy tavasszal már be tudja szerezni a Városfejlesztési Kft. A várakozások szerint szinte minden területen érzékelhető lesz a fejlesztések hatása.
Én azt hiszem, hogy nagyon sokféle ponton, nagyon sokféle módon érzékelhető majd az a változás, ami reményeink szerint, hogyha ezt a 8,4 milliárd forintot elnyeri a város, amire pályázni fogunk az első fél évben, hogy ezekből a pénzekből, ezekből a forrásokból a fejlesztések megvalósulnak. A tervek szerint tovább bővül a kerékpárút hálózat, 15 önkormányzati épület esik át energetikai korszerűsítésen, 2 óvodával és 2 bölcsödével együtt. A zöldváros kialakítását célzó projektben tovább fejlesztik a Csaba Parkot, illetve a lencsési lakótelep részeként a Szabó Pál és a Hán Lajos teret. Emellett ipari területek fejlesztésébe és védőnői centrum kialakításába is kezdett az önkormányzat. Távozik posztjáról Colin Bell. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetének megbízatása január 20-án jár le. A nagykövetség közösségi oldalán péntek délelőtt magyarul és angolul is közzétett bejegyzésében az amerikai diplomata azt írta, január 20-án amerikai nagyköveti megbízatása végeztével elutazik Budapestről. Colin Bell egyúttal megköszönte az iránta és családja iránt tanúsított kedvességet és barátságot. Úgy fogalmazott, hiányozni fog neki az itteni munka, de tovább dolgozik majd az országok közötti kapcsolatok erősítésén. A nagykövet megjegyezte, a következő pár hétben formálisan és informálisan is elköszön Magyarországtól. Elkészült a csabai kolbász térkép, amelynek célja, hogy minél könnyebben megtalálhatóak legyenek a hagyományos csabai kolbászt értékesítő helyek, üzletek Békés Csabán. A kolbász térkép megtalálható a Békés Csabai Túrinform irodában, vagy az interneten a www.kolbásztérkép.hu webcímen, amely egyelőre 14 Békés Csabai helyszínt tartalmaz. Úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló megoldás, mert egyre többen fognak érkezni, reméljük, a városunkba, vagy üzleti célból, vagy magáncélból, és akik érdeklődnek, azok megkapják most már a szükséges tájékoztatást. Jelenleg a kolbász térkép a Túrinform irodában megvásárolható, sőt, ugye akár grátis is elvihető, és az a tervünk, hogy a Békés Csabai panziókban, hotelekben, a portákon nyilván egy együttműködés alapján kihelyezésre kerüljön. A német ajkúak Málenki robotra hurcolásának 72. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Gyulán. Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár úgy fogalmazott, az áldozatok emlékét őrizni és ápolni kell, a megemlékezés pedig egyúttal figyelmeztetés, hogy békében csak a keresztény értékek megőrzésével lehet élni. Lehet, hogy el lehetett volna szökni, de senki nem mert, mert meg voltunk félelmítve, féltünk, hogy akkor az otthoniakat megölik. A II. Világháború után Magyarországról körülbelül 800 ezer embert hurcoltak el a szovjet kényszermunkatáborokba. Ebből 60-65 ezer volt a magyarországi német, közülük mintegy 20 ezeren sosem tértek vissza. Az ő emlékük előtt tisztelegve dr. Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspök mutatott be szentmisét. Nem csak emlékezünk rájuk, hanem azzal a meggyőződéssel fejezzük ki a szolidaritásunkat, hogy nem fölösleges pocsékolás volt az ő áldozatuk, hanem olyan erkölcsi lelki tőke, amit nekünk kötelességünk és lehetőségünk kihasználni a jövő és a jelen számára. A megemlékezésen Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, az áldozatok emlékét őrizni kell, de a megemlékezés egyúttal figyelmeztetés is a jövőre nézve. Hogy békében csak a keresztény értékek megőrzésével élhetünk. Hogy a nemzetek közötti egyetértés törékeny, és ezért annak megőrzése mindenki felelőssége. A megemlékezés végén 10 még ma is élő túlélőnek adtak át emléklapot, ketten közülük a lágerben születtek, majd megkoszorúzták a templom mellett 2 éve felállított emlékművet. Téli bemutatkozás címmel nyílt kiállítás dr. Wagner Erzsébet képeiből a Békés Csabai Ipartestület székházában. A tárlaton az amatőr festő kedvenc akvarell alkotásaiból készült válogatást tekinthetik meg az érdeklődők. A Békés Csabai alkotó neurológusként dolgozik Békésen. Kedvenc technikája az akvarell. A kiállításon az ezzel a technikával készített alkotásait láthatják az érdeklődők. A természetet nagyon szereti, kirándulások, nyaralások alkalmából szeret alkotni. Mint mondja, a festés kisebb-nagyobb megszakításokkal egész életében jelen van. Általános iskolás koromban, amikor a festőművész rajztanáromtól kaptam kedvet, aztán többször volt kihagyás,
és voltak periódusok, amikor többet festettem. A leghosszabb ilyen periódus akkor volt, amikor Szeverényi Mihály alkotókörébe jártam. A székházban rendszeresen rendeznek kiállításokat helyi amatőr és profi művészek alkotásaiból. Az egyik művész hozza a másikat, a másik a harmadikat, tehát szájról szájra terjed, hogy Békés Csabán van egy olyan helység, ahol bármilyen művészeti ágból bemutatkozhatnak a naív művészek, a teljes erővel dolgozó festőművészek, bárki, aki olyat akar megosztani a közönséggel, amit máshol nem tud. A kiállítás január 31-ig tekinthető meg 8 és 13 óra között a Békés Csabai Ipartestület székházában. 2017 első nagy durranása a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban a 12. Bújékbégés rendezvény sorozat volt. Az esten hangsúlyos szerepet kapott a Békésvárosi Ifjúsági Fúvószenekar, ahol nagyon sok tehetséges fiatal muzsikus zenél. A minőségi zenekedvelők leginkább várt évelei rendezvénye ez, amit az is jól mutat, hogy már jó előre az összes jegy elkelt. A zeneiskola tanárai és növendékei kiemelkedő részt vállalnak magukra a városunk kulturális és zenei színvonalának fenntartásában, életének színesebb vétételében. Izsó Gábor Békésváros polgármestere szerint is fontos, hogy már fiatalon felfedezzék a tehetségeket. Az idei évindító rendezvényen éppen ezért ifjú virtuózok mutatták be tudásukat a nagy érdemű előtt. A fiatal művészek, zenészek bemutatkozását és mentorálását kiemelten fontosnak tartja a Kulturális Központ vezetősége. A szakemberek szerint sok fiatal tehetség van a városban. Főleg a komoly zene területén, de akár a táncra is terelhetnénk egy kicsit, hiszen a néptánc is nagyon népszerű a városunkban. De itt most a fúvószenekar tagjaiként a fiatalok ugye a komoly zene felé tendálnak, és itt mutatják meg a tehetségüket. Igyekszünk őket segíteni mindenben, számos fellépés vár rájuk egy év során, nem csak a városban, hanem a környező településeken, sőt nagyon sokszor még külföldre is hívják őket fellépni. A hangszerek megismerése és a játék elsajátítása a hosszú évek kitartó munkáját igényli. Közülük is vannak még nehezebbek, például a fúvósok. Az egyik fiatal zenész 5 éve játszik szaxofonon. Ez a életemnek már egy részévé vált, én ezt nagyon szeretem csinálni, fellépni, tanulni, akár csak otthon magamnak, akár a zenekarba, aminek már 3 éve vagyok tagja. És én ezt ameddig csak tudom, szeretném csinálni. Operettgálával, színházi és oktatási előadásokkal is készül a Békési Kulturális Központ szervezőgárdája az idei évben. A Békés Csaba 1912 előre NB2-es labdarúgó csapata elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. A lilafehérek ráhangoló tréningekkel nyitották a munkát. A csabai klub 3 fiatal játékossal kötött profi szerződést, de a keret még nem végleges. Átmozgató futóedzéssel köszöntötték az új évet a csabai játékosok, akik egy rövid karácsonyi szünetet követően vették fel újra a munkát. Nagyon jó teltek a szünetek, hiszen a karácsony, családdal együtt voltunk, szilveszter, mindenki úgy gondolom, hogy feltöltődve jött vissza erre a pihenőről, új úterővel, és elkezdődik most egy 6 hetes alapozás, és most az a lényeg, hogy mindenki visszanyerje a eredeti formáját. A felkészülés alatt az első csapat összesen 8 mérkőzést játszik. Az ellenfelek között szerepel a Szolnok, a Budapest Honvéd, a Debrecen és a Temesvár is. Zorán Spisiak vezető edző a csapat jó őszi teljesítményét szeretné átmenteni tavaszra is. Ott kezdődik, ahol abba hagytuk minden évben egyforma. Most jön az a izgalmas második része a bajnokságnak, amire rá kell készülni. Itt a felkészülési hetek jönnek, sok kemény munka vár a játékosokra, sok jó meccs vár a játékosokra. A gárda keretében több változás is volt. Huszár Gergő és Ihrik Farkas Sebestyén tavasszal már biztos nem a csabai együttesben játszik, de mellettük még lehet egy-két távozó. Az érkezők oldalán egyelőre 3 fiatal játékost lehet feljegyezni. Babinyec Balázs, Ijés Tamás és Kmegykó Kevin már korábban is edzett a felnőtt csapattal, most profi szerződést kaptak a klubtól. Nagy jelentősége bír számomra, hiszen itt Békés megyei vagyok, itt lakok 30 kilométerre. A családomnak is nagy örömmel tölti el őket, hogy itt lehetek Békés Csabán a
legelső számú csapat közelébe. Ők is biztosan fognak járni meccsre, hogyha én is pályára lépek. A Lilafehérek a 6-7-es felkészülés után február 19-én Balmazújvárosban folytatják a bajnokságot. Híradónkat látták, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!